Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári beszélgetések. Hogyha valakinek kiejtem azt a nevet, hogy Damnicki, szerintem mindenkinek egyből az édes élvezetek, akár a fagyi, akár a süti jut az eszébe. És persze, ugye Damnicki Balázs ennek a névnek tényleg a méltó viselője. Viszont nagyon-nagyon sokan nem ismerik Damnicki Balást, mint magánember, mit szeret csinálni szabad idejében, mi a hobbija például családjáról, és a magánéletéről nagyon-nagyon keveset tudunk. Ezért hívtam meg a mai Fehérvári beszélgetésekbe Damnicki Balást. Szia, köszöntelek Ismert vagy te arról is ugye, hogy olyan kreációkat készítesz, akár a sütemények, akár pedig a fagyik kapcsán, amit így először nem is gondolnánk, hogy fogyasztása mondjuk alkalmas, és amikor megkóstoljuk, rájövünk, hogy eszméletlen, finom és hihetetlen. Kérdezném, hogy eddig milyen olyan kreációid voltak, amik először meghökkentette az embereket, de rászoktak, és utoljára milyen hasonló, nevezzük furcsa kreációt csináltál? Mennyire megyek vissza az időben? Hát a legfurcsábbakat, ami a legfurcsább Legfur hát, ami a mostanában, az elmúlt időszakban, hát ez a bazsalikomos cékla, kaprosok, hurtosú borka, vagy f -f 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 -f. hát most a múlt hétvégén csináltunk sörfagylatot, ami a sörfesztiválnak volt a brendje, tehát országvilág, az egész média foglalkozott vele. Budapesten a a Szabadság téren volt egy nagy rendezvény, mm. ez a Sörgyártók Országos Szövetségének mm. volt egy rendezvénye, és az ő felkérésükre készítettünk két fajlatot. Az egyik egy barna-sörös, egy karamelles fajlat volt, az egy baksörbe készített, az jó egy, az egy erős sör volt, a másik meg egy alkoholmentes búzasörrel készült, medgesvácot, de mondhatnám a sósvajas kukoricát akkor csináltunk citromfagylatot, ami mentával is egy kis angol zellerrel van ízesítve. És ezek így szóba elmondva így meredeken hangzanak, viszont ha kipróbálod, akkor ugyanolyan jó tud működni, mint például a budapesti üzletünkben, ott nagyon népszerűen nyáron csinálunk gyümölcs koktélokat, illetve szörpöket, ez nincs saját készítésű. Se festék se aroma, és ott van például egy uborkás. Azt biztos, hogy itt már uborkás limonádé. Persze, persze. Klasszikus, nem? Mm, Tehát most már klasszikus, nem nevezhető, de egy évvel ezelőtt vagy két évvel ezelőtt ezek még meghökkentők voltak. Most viszont már beépül ilyenkor a, a köztudatba, és már máshol is van. Hogy találod ki ezeket? Tehát nyilván nem úgy van, hogy összeöntök ezt, azt, amaz lesz belőle valamit, ezt tudatosan azért, azért meg kell tervezni, ezt te találod ki egyedül, vagy van egy ilyen kreatív csapatod, akikkel így összedugjátok a fejeteket, hb és cerkát fogtok, azt írjátok alapra, hogy milyen ötletek vannak. A kreatív munkának a 90% az enyém. Uh -huh. A kollégák is részt szoktak azért benne venni, mindegyik műhely, tehát van egy cukrászműhelyünk és egy fagylalt műhelyünk, mindegyik műhelynek van egy vezetője, tehát az Édikó kolléganőnk, ő a, a cukrászműhelynek a vezetője, tehát ő is sokszor kreatívkodik, tehát például mostanában sokszor ő talált ki új süteményeket. Egy budapesti étterem megrendelésre készítettünk, ez egy távol-keleti étterem, főleg japán vonalat visz, egy szójás, sós magyaró musz, egy ilyen, egy ilyen, kerek, kb. mint egy jégkorong forma, úgy néz ki, tehát maga a korong, Igen. be van kívülről ilyen a panírozva sós magyaró, hogy egyszerre sós és egyszerre édes, egyszerre a, a, magyarónak az íze. Ez egy földi magyaró, Tud, a, tehát a távokkeleti kultúrában ők inkább földi magyarót tesznek, mi a, mi a nyugati kultúrában inkább török magyarót teszünk. És tehát ezzel csempésztük be ezt a távokeleti ízt, egy, egy kínai szója szósz van hozzá téve, tehát az van belekeverve. Izgalmas egyébként a kínai ízvilág, hát az elterjedt a magyar ember. Körében, ugye? Mondjuk az ah, az édes da, 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 da. a. De annyit hozzá kell tenni, hogy amit mi, kínai kajának eszünk, semmi köze nincs nincs hozzá. Tehát, hogyha, a, ugye, tehát Kína marha nagy, hát ennyi, 1,8 milliárdan vannak, brutális, rá, hát, is így igaz. Tehát kantonok, tartományok vannak, tehát Sechuan, kanton, akkor a fönté az északi régió, stb., ezeknek mindegyiknek külön kultúrája van, tehát akár étkezési kultúrára, tehát főzési stílus. Tehát amíg mondjuk Magyarországon, már egy szeged, vagy hogyha átmész a határon, tehát Erdélybe bemész, ugye ott is van tájszólás. És beszélünk itt 200 kilométer, akkor mi van akkor a 6000-et mész? Hát igen. Tehát mondjuk a, a Kínában mondjuk az ország nyugati vége és a keleti vége között van 6000 kilométer, meg sem értik egymást. Az igen. Mondjuk ennyi embernél, meg ilyen, ilyen nagy területeknél nyilván abszolút. ez azért az érthető kategóriában Hát tartozik. egyébként a kínaiak, tehát a klasszikusan nem ezt a fajta kaját eszik, hanem inkább ilyen hosszú leveseket esznek, ilyen fél liter litert, és a csirkének a csontját is mindent beledobnak. Hmm. Vagy például érdekesség, a pekingi csirke, ugye mindenki szokta, a pekingi kacsát, igen. pekingi csirkét, ezeket szokták emlegetni. Most a pekingi kacsát szerinted az, annak melyik részét eszik? Hát ez egy jó nem tudom. No? Úgy képzeld el, hogy a, a, a kacsát ezt úgy van, hogyha bemész az étterembe, ezt nem kapsz egyből, hanem meg kell előre rendelni napokkal. Pácolgatják, sózás, mm -hmm. tehát mindenféle ö, eljáráson megy. tehát ez egy, egy tradicionális étel náluk, és a, a húst meg a csontot lefejtik, illetve a bőrt lefejtik, és magát a húst meg a csontot kidobják, és csak a bőrét eszik meg. Az igen. De igen, mondta nekem, pont az értékes része megy a kukába. Hát számunkra értékes. Igen, számukra tehát meg például a máj, tehát a kacsa meg a libomáj ki kimondottan undorító dolognak számít. Hát mi sem eszünk meg kutyákat, ugye szoktuk mondani. Az ahol... sem esznek, ez, Hát igen, a csivava, meg a pekingi palotakutya az alapvetően erre volt kitenyésztve. A, 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 csau csau azért nincs szaga, és azért nem fogadja el a többi kutya egyébként, mert nincs szaga a kutyának. Tehát azt azért tenyésztették ki pontosan ezt a fajta kutyát, hogy ne legyen szaga, tehát ne legyen szaga a húsnak sem. Az egy húskutya volt. Elképesztő. Jó, elkanyarodtunk a cukrászattól. Nem baj, visszatérünk rá rögtön, és a cukrászatra, magára a kezdetekre. Én azt gondoltam, megmondom őszintén, amikor így összeismerkedtünk, hogy a Damnicki család az egy ilyen hagyományos, tradicionális, régi időkre visszanyúló cukrás család. Tegyük ezt tisztába. hogy Sokan volt ezt hiszik, ez? de nem, 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 nem. 92. december 22-én indult az üzlet, tehát idén lesz most 25 éves És a cukrázda. Igen, te, tehát akkor, akkor igazából a családban nem volt cukrász, tehát te, te vagy az első. Én vagyok az első cukrász. Igen. Mindig is az akartál lenni, vagy teljesen más volt egyébként Abszolút pályaválasztása? A, amikor én 13 éves voltam, ami szóba került az, hogy akkor mégis mit szeretnék kezdeni az életben magammal, akkor Nekem ez így pont megvolt, hogy én cukrász akarok lenni. Az egy, szeretted az édességet, az egy, szerettél sütni. Mind kettő, mindkettő, mindkettő, mai napig mindkettő igaz. Uh -huh. Mindkettő nagyon igaz. Nekem volt egy nagymamám, Felsővároson született, uh -huh. nőtt fel, ő rengeteg sütőt főzött, ő, ő, saját maga készítette csipetkét, a, 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 tehát száraz tésztát ő készítette, uh -huh. tenni, én ezeket mind láttam, és tehát a kertbe leszettük a megyet, vagy a cseresznyét, abban egy múlva pite volt. Na most, hogyha ezt ugyanezt próbálom most is, ugye, a cukrászdai méretek között csinálni, tehát hogyha valaki egy ilyen környezetben nő fel, és ha van egy kis affinitása, tehát szeret enni, vagy ez a téma érdekli, akkor így nagyon könnyű rákapni. Persze. Úgyhogy amikor én 13-14 éves koromban felvételiztem középiskolába, akkor a felvételi lapra egyetlen egy dolgot írtam be, hogy cukrász. Uh -huh. És kérdezte még annak idején, jól én az osztályfőnököm, hogy Balázskám, ez nem lesz így baj, hát valamit írjál be a másodiknak, mert a, hát 20 túljelentkezés lesz, mi, lesz, hogyha, ha nem vesznek fel, akkor, akkor mi lesz veled? Évet fogsz ismételni? Nem érdekel, én azt az egyet írom be. Tehát még csak véletlenül se legyen az, hogy akkor ha oda nem vesznek fel, akkor majd jól lesz a másikba, egyet írtam be. Uh -huh. Na most, amikor én végeztem 92-ben, májusban, akkor már javában dolgoztunk a, a, a cukrászdán, ugye és tudod, rendszerváltás Igen. gyakorlatilag a második felében voltunk, és hát édesanyám a, a ksg ben színben dolgozott. Fejvárek tudják, tehát a Köszörű Gépgyárban bére számoló csoportvezető volt, és hát annak idején nagy leépítések voltak. És akkor a család annyit gondolkodott előre, hogy, ö, hogy meneküljünk előre, tehát mielőtt még munkanélkül lesz édesanyám is, meg én nekem is valamit kellene kezdeni az életemben, mi lenne, ha a meglévő üres telken nekiállnak és csinálnak egy cukrászdát. Ha már a gyerek cukrász. Igen. Úgyhogy úgy indult a történet, hogy édesanyám volt lenne az üzletben, tehát ő volt a, a soposnéni, néni, Igen, tehát a cukrászdás néni, én meg fent a műhelyben sütöttem. Úgyhogy, ami fönt elkészült, egy magamban, ami elkészült, amit elkészítettem, vittem le, és édesanyám csinálta. Úgyhogy édesapám, aki egyébként egy takarmánykeverő üzemet vezetett, annak idén a szabad életéhezben, későbbi aranybullában. Micsoda nevek, kérem. Hát te. akkor így hívták Persze. ezt, van. igen. Ö, ö, tehát hétfőtől péntekig napi 10-12-14 aratás idején, akkor még többet bent dolgozott ugye a cégnél, és akkor amikor pénteken délután 4-kor, 5-kor, 6 végzett, akkor rohant, jött és segített, és este 10-kor, meg éjfélkor még együtt fagyasztottuk édesapámmal a fagyit, bent a, tehát a, gyakorlatilag az üzlet mellett volt egy ilyen más, másfélszer másfél méteres egy picike luk, és ott nyomtuk együtt a fagyit. Tehát így indult, így igazából indult, így indult. Így indult. Úgyhogy úgy, úgy, én mondom, ezerszer nem tudom megköszönni nekik. tehát, hogy, tehát ö, ö, Olyan a mesében van, hogy egy 17 éves gyerek magától egymagába indít. ez csak a, tehát mesében innen a szülői támogatás abszolút megértek igen, úgyhogy innen köszönöm neki. Azért, azért, és én is köszönöm természetesen a fogyasztók nevében, hogy balást elindították ezen a pályán, ezt el kívánom mondani. Ugye te cukrász vagy, az a végzettséget, viszont azt kevesen tudják rólad, amit én tudok rólad. Nagyon sokszor beszélünk telefonon, hogy azért te, ezt magasabb szinten tehát az élelmiszer tudományokat, te ezt sokkal, de sokkal magasabb szinten űzöd, ezt mondjuk el a nézőknek azért. Igen, élelmiszer technológus mérnökként végeztem, tehát a Corvinus Egyetemen, amit a mai napig egyébként az egyetemmel szoros szállal kötődök hozzájuk, és tartjuk, ha nem is napi szinten, de a havi szinten beszélek a, a volt tanáraimmal, egyébként a mai napig rendszeresen hoznak hozzánk csoportokat, minden évben egyszer-kétszer, amikor szakirányt választanak az egyetemen, és akkor tehát lehet, hogy bor, sör, szak, akkor van hús, édesipar, sütőipar Igen. és egyéb szakirányok. Ilyenkor a, a fiatalok, akik ö, tehát a, a, szakirány választás előtt állnak, ilyenkor eljönnek és akkor végigjárnak bizonyos helyeket. Tehát kimennek sütőipari cégekhez, fagyasztás fagyasztástechnikával dolgozók, és akkor megnéznek egy család ilyen manufaktúra jellegű cukrászműhelyet, ez vagyunk mi. Uh -huh. És akkor jönnek, megnéznek minket. És nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen, <hül> ilyen tudás van a birtokodban, hiszen egyre több a érzékeny tejfehér érzékeny. Hát ezt talán tisújt, tejcukor. Hát ezt a is család tejcukor. családilag ajtól. laktóz érzékeny. Uh -huh. Egyre több ember, meg nyilván ennek van divatja is, legyünk, legyünk őszinték azért ennek a dolognak. Én azt gondolom, hogyha egy olyan ember mondja, hogy ez biztosan elted, akinek tényleg megvan ebből a legmagasabb felsőfó végzettsége, az hihető. Nem akarok nyilván nevesíteni, de azért tudjuk, hogy vannak olyan olyan helyek, ahol igazából fogalmuk sincsen, hogy mi az, és úgy eladnak termékeket, mint ilyen mentes, olyan mentes, ezzel rengeteg kárt okozva az ebben szenvedőnek. Abszolút mérték. még ezzel nem lehet játszani, ez nagyon komoly dolog. Tehát az, hogyha valaki divatba csinálja, a életmódváltás, stb., a, ő, ő neki becsapod vele maximum. Ez rossz a, rossz a példa, de az, hogyha valaki érzékeny vagy beteg, tehát komoly gyomor problémái vannak, tehát bél problémái, ott viszont az egészségével is, tehát azért ezzel nem lehet játszani, ez egy kőkemény dolog. Én azt szoktam mondani, hogy tehát például mi műhelyünk ö, nem tud gluténmentes terméket készíteni. Tehát sok cukrázában simán rámondják, hogy gluténmentes a torta. Nem, nem tud gluténmenteset készíteni, mert ahhoz az alapanyagnak is egyrészt igazolhatóan olyan környezetből kell származnia, ami gluténmentes, és amikor bekerül a műhelybe hozzád, akkor neked is biztosítanod kell hozzá gluténmentes körülményeket. Na most ez Magyarországon, hát... 10-15 cukrászda van, de ők mondjuk kimondottan rá -e? Igen, ezzel foglalkoznak. A kettőt együtt nem lehet. Olyan nincs. Tehát én azt szoktam mondani, például a gluténmentes dologról van szó, hogy liszt hozzáadása nélkül készült terméket tudunk készíteni, tehát azt jelenti, hogy van egy asztalunk, amin elkészítjük a terméket, lemosuk előtt az asztalt, tiszta eszközöket használunk, mandulalisztel, rizslisztel, bármivel dolgozunk, de abban a helységben készül, ahol mellette lisztes termék is van. Uh -huh. Tehát, hogyha ha azt mondom, hogy ha valaki mondjuk paleózik, vagy olyan tehát életmódváltásban gondolkodik, és neki megfelel, hogyha mondjuk 99,9%-ig lisztmentes a termék, az, és vállalható, akkor el tudjuk készíteni, de valaki valaki allergiás, és mondjuk tényleg ez olyan szintű problémát okoz, akkor nem szoktam javasolni. De erről mindig tájékoztatjuk a vendéget. Tehát ez a különbség, tehát hogyha valaki ö, érti, vagy csinálja, vagy érti és csinálja. Hát igen, ez nagyon-nagyon fontos. Ugye Damicki név országosan, nem csak Fejérváron országosan is ismert szerencsére, gyönyörű eredmények vannak a hátad mögött, akár a sütemények, akár pedig a fagyikat. Remélem még Nézzük, is. és előtted is van. Mondjuk el ezeket az eredményeket, hogy milyen eredmények vannak eddig a birtokodban? Hát ami olyan ismertebb, 2013-ban a Vörösboros Málnával évfagylatjadi, 2014-ben a Somlói Revolúcióval Ö, ország, Magyarország tortája díj. Mellette volt a kisebb versenyek, tehát Fagylalt Fesztivál, Aranyérem, de a, ami most, ö, ami egy ö, nagy kaland lesz, ha minden igaz, tehát a Magyarország is elejtezőt már megnyertük. Igen. Ö, fekete teás, mána, ö, bergamottal és Pistáciával. Jó ö, hangzik. Hát már Jó, is. Így van. Így van. Na, tehát ezzel a fagyival a magyarországi selejtezőt megnyertük a, a, gyakorlatilag a világ legnagyobb és legismertebb fagylalt versenyének, úgyhogy ezzel megyünk most az Európa-bajnokságra, ami pontosan július 24 25-én lesz Bolonyában. Na hát kíváncsian várjuk tényleg ennek az eredményt. Hát ez már egy, ez egy ez az nagy dolog. Az, az, hát igen, nagyon nagy dolog. Tehát én azt mondtam, hogy, hogy Magyarországon mi vagyunk az elsők, illetve hát van egy másik hölgy is, akivel közösen aki nyertünk, tehát az első két hmm. helyezett megy ki a versenyre. 22 induló lesz, ezen a, és minden, tehát minden országban vannak, tehát ugye az első kettő jut tovább, úgyhogy 22 induló lesz. Hát azért ez, ez már, ez már mély víz. Tehát én azt mondtam, hogy tehát az elvárás olyan, hogy a jó lenne nem utolsónak lenni, tehát hogy azért előrébb, de persze mindent megteszünk érte el, hogy előrébb. De ki tudja, te persze. Persze, tehát benne van a pakliba bármi, tehát nem tudjuk, hogy konkrétan milyen fagyja a többi. A skandináv országoktól egészen a görögországig, illetve rosszul mondtam, nem skandináv, tehát a Benelux országoktól Görögországig több ország is benne van ebben a, az európai döntőben, ö, ahány ország mindegyiknek más szájize van. Tehát ami Görögországban jó, az nekünk nem feltétlenül uh -huh. jó. Ami mondjuk a Benelux országokban jó, az nekünk nem feltétlenül. Viszont mi, ö, tehát én. Ö, amikor a versenyen elindultunk, én próbáltam azzal előre gondolkodni, hogy ha esetleg ne talántán oda jutnánk, ahova jutottunk egyébként, mm -hmm. hogy esetleg Olaszországba kijutunk vele a, a, az európai döntőre, akkor ott, ott már mindenképpen olasz zsűri lesz, és megpróbáltam olyan dolgot összehozni. Olaszosítani egy picikét? Így igaz, Na, pontosan teljesen jó, amit mondasz. Tehát ugye a pisztácia az az olaszoknak az alfa és omega. Tehát ők a mandulát, a pisztáciát, a vaníliát, a csokoládét, a karamellt nagyon szeretik. Mm -hmm. Tehát ebből az ötből valamit belerakhatunk mondtam, hogy nyersz vele, Persze. de ez náluk nagyon jó. Igen. Ö, a, ami ugye nagy favorit ugye a málna, tehát mi rengeteg, tehát évi több mint három tonna málnát feldolgozunk. Ö, nagyon, tehát rengeteg málnával, tehát azt mondom, hogy elég komoly tapasztalatunk van most már a málnával, és a, a málna egyébként a pisztáciával nagyon jó párosítás. Úgyhogy a, a régió bevált vörösboros málnánkat vörösbortalanítottuk, Igen. Ö, hozzátettünk egy fekete teát, a te egyébként nagyon jó a málnával, a, a teához passzol a bergamot, tehát nem véletlenül az örgrétel is egyébként bergamotos, ez az együtt, ez már létező működő konstrukció Igen. volt nálunk eddig is, és ehhez csempésztünk bele egy, egy szicíliai pistáciát, ami a etna déli oldalán terem, egy családi manufaktúrától kapjuk a, a pisztáciát. Hogy olcsó meg lehet venni? 25 ezer forint kilója egyébként. Igen. Tehát nem éppen igen. baráti ára igen. van, de hát tehát, ha egy ilyen versenyre mész, akkor nincs más Hát akkor ott nem kell lehet. adni módját Igen, Persze. igen, igen. Tehát itt, itt, itt nem tehát nem az a lényeg, hogy olcsó legyen, hanem az a lényeg, hogy mi a legjobb. Így van. És egyébként tehát az üzletben ugyanebből az anyagból áruljuk azóta is, ugyanis Napi szinten, tehát folyamatosan még kísérletkezgetünk, hangolgatjuk, finom hangolgatjuk a fagyit, és hát azt az üzletben a vendégek, a vásárlók ugyanazt kapják. Uh -huh. Tehát azzal dolgozunk, úgyhogy gyakorlatilag aki bejár, akár napi szinten, vagy heti szinten, akkor érezhető, hogy mindegyikben van egy icipici különbség, tehát mi, ahogy hangolgatunk, finomítjuk még a, a projektet, tehát még van rá egy hónapunk, hogy elkészüljünk vele. Beszéljünk a családodról, mit érdemes tudni? Van egy gyönyörű, szép feleségem, aki, aki az üzletben a társam, és a, hát ugye persze a családban is a, ugye a társam, ő, ő vette át édesanyám helyét, tehát ő viszi a, a, a papírmunka részét, ami egyébként. Lányok ebben jók egyébként. Abszolút ő ért is hozzá, és türelme is van hozzá, illetve hát ő közgazdász informatikus végzettség, úgyhogy. Hát, úgy meg adódik. Pontosan, tehát amihez én nem értek, ahhoz ő ért, amihez ő nem ért, ahhoz én értek, úgyhogy kiegészítjük egymást. Úgyhogy, tehát van két ö, fiam, a nagyobbik 12, a kicsi az öt és fél, Hát majd meglátjuk, hogy ők mit akarnak. 12 ma orientálódik mondjuk valami felé esetlegesen, valami érdekli? Ó, oh, csajok. A csajok az érdekel, igen. Igen, tehát a, igen, a lányokat már nagyon nézegeti, igen, úgyhogy nem lehet elég korán kezdeni. Egyébként sportol, uh -huh. nagyon jó tanuló, ciszteres, uh -huh. 4,7-es átlaga Jönyörű. volt, úgyhogy Jönyörű. jó eredményei voltak, úgyhogy nagyon szorgalmas, rendesen tanul, bár feleségemnek azért nem kevés, nem kevés munkája van benne. Azért biztos te is tudottál, hogy azért egy gyereket leültetni, hogy tanulj, azért magától egyik gyerek sem tanul De szívesen. most abban korban van, hogy Ez a 12-től kezd már úgy rázósodni, azt mondják. Hát hogy ez igen, szerintem ez, ez körülbelül a 17 éves korig szintem KB elmehet, mm -hmm. ugye, hogy ismerősöktől hallottam. A utána jön rá a gyerek, hogy magától is, hogy érdemes tanulni, hogy utána, hogy tovább tudjon menni. Köszön. Addig viszont a szülőnek nem kevés feladata van benne, hogy nyomja, csinál, mm. csinál, csinál ott állni mögött és rágni a fülét. Azért kérdeztem, hogy esetleg nem kacérkodik a cukrászmesterséggel? Nem tudom, figyelj, én nem erőltetem, majd eldönti. Ez egy, ez, egy, ez egy, nagyon jó szakma, csak annyit kell hozzá tudni, hogy borzasztó sokat kell benne dolgozni. Borzasztó sokat. tehát még hmm. a soknál is többet. Elhiszem. Tehát az, hogy nincs hétvége, nincs ünnepnap, és ezt tudod, így szóba elmondva, ez nem olyan nagy kaland, hogy beszélni róla, de megélni. Tehát, hogy azt mondja, én csinálom 25 éve, és gyakorlatilag most a negyedik vagy ötödik éve van úgy, hogy egyszer megállt parancsoltunk, és például karácsony, hogy 24-én nem nyitunk ki. Uh -huh. Mert régen az volt, hogy 24-én megbeszéltük, hogy délig vagyunk nyitva, és megkérjük a kedves vendégeket, hogy vigyék el a tortákat, és akkor még 4 órakor akkor 5 órakor még hívogatunk mindenkit, hogy legyenek szívesek, vigyék el a tortát, mert szeretnénk mi is karácsonyfát díszíteni otthon. És akkor még este 6-kor, 7-kor, 8-kor ott ültünk, és vártuk, hogy végezzenek a bevásárlásból a vendégek. Mondtam, hogy nem, tehát azért nekem is kell magánélet, kell pihenni, szerintem nem megy. hogy 23-án este 7 óra, ha 8-kor jönnek meg 8-kor, nem számít, mindegy, róló le, és akkor én is szeretnék családozni. Tehát ez, hogy szombat, vasárnap nincs, mert vendéglátás, ez nagyon kemény világ. Rengeteget dolgozó, hogy ezt tudom mondani egyébként a kedves nézőknek is, hogy vendéglátás. Hát Balázsjal ezt a műsort, ennek a műsornak a felvételét, hát két hónapja egyeztetjük úgy nagyjából, igen. hogy hivogatjuk egymást, most jó, most nem jó, rá. Neked jó, nekem stb, nem jó, stb, stb. Igen, stb. Igen. volt összehozni, szerencsére összehoztuk. Beszéljük arról, nem szép kérdés lesz, amit felteszek. Mi a kedves sütítés. Vagy biztos megkérdezték már? Én nem tudom. Uh, hát figyelj, ez úgy van, hogy mindig változik. Uh -huh. Ez ilyen, ilyen hangulat függő. Most például a sütibe a, a Rákóczi túrost újra értelmeztük, így a hosszúkás szeletben. Rákockitúros névre van, hát ha már szójáték Nálunk Igen. mindig van egy ilyen elgurult a gyógyszer uh, uh, sorozat, tehát ő is a része volt. Uh -huh. um, a Rákóczi túros úgy megvan, ugye? Az persze, eredeti. persze lézertészta, van rajta egy vékonyabb túróréteg, ami tojás jó édes, akkor fölötte van egy lekvár, ami szintén jó édes, akkor utána van rajta egy -e vastag tojás ami szintén jó édes, lekvár, megint jó édes. Tehát ez egy tök Igen, tehát ez, tehát egy, cukor. Cukor. Igen, tehát ez hát. egy tök jó süti, csak hát amióta kitalálták elmúlt 70-80 év, is, azóta változtak az ízlés, Eszé. finomodik az ízlés, Eszé. ugyanezekből az anyagokból lehet jobbat kapni, és én A szorhüb változat. Pontosan, is és akkor gyakorlatilag annyit csináltunk vele, hogy hogy például a linzer tésztánál a lisznek egy részét kicseréltük mandula lisztre, egy kicsit ö, ö, foszlósabb, könnyebb lesz a tészta, nem lesz annyira száraz. Akkor például a, a túró, az nem egy ilyen tipikus bolti túrót használunk hozzá, hanem a pusztaszabocson van egy nagyon-nagyon jó tehenészet, mert mm. van egy nagyon jó minőségi túrója, az, az, egy, az egy ilyen háromnapos szavidős túró, tehát tovább nem tudod tárolni, mert megromlik. Tehát ez egy friss, élő túró. Mm az ő túrójukkal vastag túró, tehát nem vékony, hanem vastag túró, tejszén van hozzá téve, kevés cukor, tehát hogy a túrónak megmaradjon a natúr íze, nyilván. akkor fölé teszünk, hogy a barac megmaradjon, ezért készítünk egy úgynevezett barac A barac annyit kell tudni, hogy a, tehát a bolti lekvárból durván 50% a cukor, 50% a gyümölcs, ugye? Tehát megint rengeteg cukor. Itt úgy van, hogy 80% a gyümölcs, 20% csak a cukor. Hát azért hát, nem mindegy. De abszolút nem, persze, és akkor tehát ebből van egy vékony réteg feltéve a tetejére, és hogy a, a hülyek maradjunk az eredeti sütihez, ugye az a fehérje habnak meg kell jelenni rajta, de csak egy centiméter vastag, és nem négy-öt, meg díz. Tehát akkor ezt szereted, most ez, ez a nagy egy, kedvenc? Ez például az egyik kedvenc, köldául. igen. Tehát de de ez, ez mindig változik. Tehát van, amikor olyat csinálok, hogy például egy sima csoki szelet, van egy monarchia nevezetű sütink, amit most találtunk ki talán egy, egy hónapja. Igen, kerested is a nevét a közösségi oldalon? Igen, az monarchia lett belőle, igen. igen. És nem én... illik hozzá egyébként az Ah, igen, igen, hozzá. igen. Tehát nem találtunk benne fel semmi újat, csak a meglévő jó dolgokból a legjobb részeket mm. szedtük össze. Tehát a, a záhernek a tésztája egy kicsit átalakítva, akkor bele van téve egy csokoládé krémő, ami egy mondjuk egy musznál egy kicsit intenzívebb ízű, de nem olyan sűrű, mint egy trüffel hozzá. Tipikus igen. a bécsi kávéházak hangulatát igen igen, 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 És akkor tehát a, például ebből leteszek egy szeletet, igen. és teszek hozzá egy gombóc vaníliafagyit. Igen, mint a Ferenc József is ezt tette volna például. Simán, ha most élne, akkor valószínűleg ezt mondaná. És akkor minden, mondaná rá, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden nagyon meg vagyok elégedve. az ő mondása volt. Én tudom, tudom. Na, tudom, és a, tudom, tehát tudom, akkor ennyit, kiteszek belőle egy, csokoládé szeletet, és teszek mellé egy gombóc vanília fagyit. Hmm. Tojás vanília, tej, tejszín. Sok Ennyi. És akkor ez, ez így natú. Tehát ez, ez, ez például, hogy egy borongosabb időben simán jó. De van, amikor például az ellenre citrom. Tehát ez, ez, mindig van hangulat függő, hogy mikor mi. Időjárás függő, de van, amikor napokig nem eszek semmit. Uh -huh. Tehát, nem. Sem. Tehát az ember közte van, attól még nem azt jelenti, hogy akar, hogy folyamatosan eszik. A műsor elején beszéltük, hogy nagyon kevés lesz nekünk ez a 25 perc, hiszen, hiszen rengeteg dolgot kéne átbeszélnünk, részesen Meg, megbeszélnünk, igen, akkor viszont elég lenne bőven. Uh, rengeteget dolgozott. Hogy kapcsolódsz ki például? Tehát neked mi jelenti a kikapcsolódást? A család. Az a, az a kevés idő, ami marad, -e, az a család. Az a család egyértelműen. Hát akkor csavarunk, amennyi kijön az időben, de nagyon, -nagyon országon kevés. belül gondolom nyilván, hogyha hát kevesebb idő Akár országon van. belül, akár országon kívül is, uh -huh. mindegy, család. Csak együtt legyetek, csavarogjatok igen, igen, az a vaj, nagyon-nagyon kevés. De ne legyen a környéken. Nem feltétlenül. Tehát például Spanyolországban voltunk két éve őszi szünetben, egy hétre akkor megléptünk, és a, ott az egyik cukrász, de vagy fagylaltozóba, ezért ott össze, október, november is azért jó idő van, tehát kellemes idő van, de például a fagyipótnak a felébe csináltak fagyi makaront. És annyira megtetszett az ötlet, hogy, hogy azóta van nálunk is. Ja. Tehát van, és parád, és nagyon jó dolog. Két fél makaron, tehát maga a tészta, és be van téve egy gombóc vörösboros mánafagyi. fagyi. Hát szerinted? Elképesztő. Egyébként bemész mondjuk fagyizóba külföldön, vagy Magyarországon, akkor ilyen nagyon kritikus, vagy megjegyzett, hogy gyerekek az eltetlen, vagy marha jó például. Ö, igen, a családon belül ott aztán még kritikát szoktam mondani, én a feleségem mindig rám szól, hogy halkabban. Igen, apa maradjál már. Csehben, igen, igen, igen nem kell mindent leszólni. Uhum. Igen. igen, Tehát ha valami jó, akkor azt nagyon meg tudom dicsérni, akkor kíváncsi vagyok, hogy hogyan, mégis hogyan csinálták. Hát az a baj, hogy nagyon kevés helyen van jó. Tehát főleg, hogyha a klasszikus turista helyekre mész, akkor mindenhol az a nagy volumen, dömpingben nyomjuk le a turistának. Hát a világ legrosszabb fagyjától, hogy hol árulják? Rómában. Tényleg? Uh -huh. Nem is gondolná az ember? Legendás, őket. igen. Tehát a Koloszeum mellett, vagy a, a Trevikút környékén Jákász, ott van a világon a legrosszabb fagyi. Legrosszabb fagyi. Semmi másért, azért mert uh, ugye, amikor elmegy valaki Rómába egy rövid körutat tenni, akkor ott a belvárost megjárult, tehát a Szent Mártér, uh, bocsánat, a, a Bazilikát, igen. akkor a Koloszeum, a Angyalvár, stb. ezeket be szokták járni egy, egy nap alatt gyakorlatilag. Egy nagy rohanás. Mondjuk valaki Réminiből mondjuk leutazik busszal, akkor egy nap alatt lenyomja az egészet, és minden egy rohanás. Berohansz a Kolosseumba, kint megáll a busz. Ugye? Uh -huh. Beszaladnak a Kolosseumba, kiszaladnak, és akkor hú, van, ott van egy fagyizó, együnk egy fagyit. Most akármilyen ócska az a fagyi, úgy sem vissza többet reklamálni. Persze. És ezzel az olaszok totál tisztában vannak. Teljesen jó, tudják. Úgy sem észre a többet. Uh -huh. Tehát nem is gondoltam volna. Műsor végén beszélünk a jövőből, a jövőbeli tervekről, gondolom tele vagy tervekkel, beszéljük ezekről egy kicsikét, ami publikus és elárulható. Húha, hát a műhelyt szeretném bővíteni. Jó lenne egyszer, tehát hogy ha, ha, ha lenne három kívánság, a Dévinyi Tibi bácsi itt ülne, és mondaná, hogy mi lenne a három kívánságom, akkor, akkor egy műhely kérnék, tehát hogy elférjünk, tehát azért ez tervek között Most az kicsi azért, tehát most már azért lenne, jó lenne a nagyobb hely. Abszolút, a kinőtük, abszolút teljes mértékben tehát gyakorlatilag össze vagyunk zsúfolva, tehát az, az jó lenne. Ha a kívánság teljesülhetne, akkor egy labort jó lenne csinálni, tehát ahol én saját Labor? magam labort, amit ez el? El? Aha, aha, igen. Ez izgalmas. Hát, ahol, tehát, tudod nekem ez a, ez a mániám, hogy, tehát, hogy a, ha tehát élő anyaggal dolgozunk, tehát természetes anyag, festék, aroma, meg egyéb hmm. dolgok nélkül, csak ez nagyon nagy kihívás ilyen anyagokból csinálni olyan terméket, ami fel tudja venni a versenyt azokkal a termékekkel, ami máshol ilyen félkész, ilyen gyors, meg, meg aromás. Meg úgy meg is fest... marad. Tehát én tudom, amikor kislányomnak, aki érzékeny fényen kívül majdnem mindenre, amikor én otthon csinálom ki a kenyeret, a kakaós csigát, bármi más, hogy az úgy is maradjon azon összetevők nélkül, amik egyébként kellene bele. Tehát ez a művészet. Abszolút Igen. mértékben. Tehát, tehát, nekünk azért a, ez a a lisztmentes vonal, hmm. ez sokáig azért nem volt, meg az a paleós, ez a cukormentes. De az a a de pontosan, Igen. de sokkal Igen. egyszerűbb, hogyha megveszed a fékész zacskós keveréket, persze. amire ráírják, hogy egy hármas keverék is önts bele, amiről egyébként később kiderül, hogy az a cég az mégsem úgy csinálta a terméket, ahogy kell, utána a uh -huh. nagyot bukott vele a cég. Igen. Tehát onnantól én nem, nem, ezektől a termékektől nagyon tartok. Uh -huh. Nem látok bele az acskóba. Tehát én ezért végeztem élelmiszermérnöknek, hogy tudjam, mi az, amit csinálok. És amíg nem tudom megcsinálni olyanra, amire, amire én azt Gondolom, hogy oké, okay, addig, addig nem adom ki. Uh -huh. Úgyhogy ez lenne, tehát egy, egy olyan kis labort kellene csinálni, ahol én ezeket saját magam ki tudnám kísérletezni, és ehhez még kérnék egy nagy adag időt, amit elfeleznék, hogy a felét bent tölteném a laborba, a másik felét még odaadnám a családnak. Hát reméljük ez összejön, sőt, kívánom, hogy összejöjjön, és köszönöm, hogy itt voltál. Én benne. köszönöm. És önöknek is köszöntöm, hogy velünk tartottak, tartjanak velünk legközelebb is itt a Fehérvári Beszélgetésekben.